A görögkatolikus szent liturgiában, miközben a pap az oltárhoz viszi az áldozati adományokat, a kenyeret és a bort, így imádkozik. E szent hajlék alapítóiról és jótevőiről emlékezzék meg az Úristen az ő országában mindig, most és mindenkor, örökkön örökké. Ebbe a megemlékezésbe kapcsolódva kezdtük sorra venni azokat a parókiákat, melyeket vallási gyökereikhez ragaszkodó, rítusukat szerető görög katolikusok kezdeményezésére alapított meg a püspök, és azokat a templomokat is, melyek a hívek összefogásával az ő nagylelkű adományaikból, áldozatvállalásaiból épültek fel. Előző adásunkban Dunaújvárosba, az egykori Sztálinvárosba látogattunk. Ma pedig a Tiszaújvárosi, régebbi nevén Leninvárosi görög katolikusok hősies, egyház szervező múltjába tekintünk be. Amikor azokat az embereket kérdeztük, akik tanúi voltak a kezdeteknek, mindannyian kiemeltek két személyt, Major Bélát és Szabados Lászlót. Sajnos már egyikőjükkel sem tudtunk beszélni. Átköltöztek a Teremtő által nekik készített örök hajlékba. A történet szálait Major Béla bácsi feleségével, Ilonka nénivel és Szabados László gyermekeivel próbáltuk újra fonni. Obbály Teréz mikrofonja előtt a Veresegyházán élő 81 éves Major Béláné, Ilonka néni. El kell mondjam neked, hogy amikor én nagyon kicsi voltam, a két fiú testvérem az meghalt születésük után, apámat elvitték a háborúba, és anyám ott maradt egyedül. Mikor édesanyám egyedül maradt, akkor nálunk még egy Vladimir Ede nevű papbácsi volt, és hát édesanyám úgy elpanaszolta neki, hogy hát itt vagyok, egyedül vagyok. És akkor azt mondta neki az Ede bácsi, hogy ne sírjon, kedves, mert apjuk helyett a jóisten lesz az édesapjuk. És ez bennem akkora hitet adott, hogy én attól kezdve bármit csináltam, mindig azt gondoltam, hogy a jóisten segít és segít és segít. Mind a ketten az egyház kebelében nőttünk fel. És mikor egyetemisták voltunk, én jártam egyetemről templomba. Akkor felfedezték az egyik órán, a tanárunk megkérdezte, hogy mit akarunk mi ottan. Akkor fogtuk magunkat, és megkerestünk egy kis templomot. Az római katolikus volt, de jártunk templomba. Végig jártunk. És ez nekem teljesen természetes volt, hogy ez kell. Már akkor. Hogyan kerültetek össze, és hogyan folytatódott Leninvárosba az életetek? Mind a ketten vegyészakon jártunk, egy év folyamon jártunk, és negyedéves korunkba jöttünk össze tulajdonképpen. Amikor már ugye mind a ketten azt gondoltuk, hogy na, itt gondolkodni kell, mert az ember kikerül az életbe, akkor nem biztos, hogy talál magának megfelelő társat. Mi Debrecenbe vegyész szakon végeztünk, és a kőolajiparba helyezkedtünk el. Mind a kettőnknek társadalmi ösztöndíja volt. És hát Bélának Nyírbogdányba volt, az enyém az Nyíregyházán volt, és azt mondtuk, hogy megnézzük mind a két helyet, és oda megyünk, ahol lakást tudnak adni. Így kerültünk Nyírbogdányba. Amikor Nyírbogdányba leállították a kőolajfinomítást, akkor éreztük, hogy váltani kell, és akkor indult el a Tiszai Kőolajipari Vállalatnak a építése. És akkor oda mentünk Leninvárosba, ott egy ideig laktunk egy 9 emeletes házba. Mondták, hogy most épülnek a 4 emeletesek, és majd ott fogunk lakni, úgyhogy a végén egy 4 emeletes házban laktunk. Mi az, ami hiányzott az életetekből? A templom. Nem volt templom, tehát valahogy elkezdődött a közösség formálódása. Itt említeni kell a Szabados Lacit, és ő többet tudott, hogy kik lehetnek görög katolikusok, és így jött össze. És akkor a Szabados Lacival mentünk el Szilárd püspökhöz, hogy nekünk pap kellene. És akkor azt mondta, hogy hát, ha tudunk neki lakást biztosítani,
akkor majd lesz. És akkor mondtuk, hogy jöhet a pap, menjünk, nézzük a lakást, együtt néztük meg a lakást, hogy hol akarnak lakni, és akkor bum, megvettük. Hát Béla vette meg, egyedül. Mint vegyész, voltak találmányai meg egyéb, és hát jól kerestünk, és hát nem szórtuk a pénzt. Na, meg kell mondani, hogy nem szórtuk a pénzt. Ilonka néni, azért, ha egy férj úgy dönt, hogy akár a találmányaiból, akár a keresetéből egy ekkora összeget az egyháznak áldoz, az érinti a családi kasszát, az érinti a feleségnek a döntéshozatalba való bevonását is. Hogyan reagáltál erre, vagy a gyerekek hogyan fogadták ezt a nagy áldozatot? Figyelj ide, a gyerekeket maximálisan kielégítettük mindennel, ők Sárospatakra jártak gimnáziumba. Én nekem olyan borzasztó nagy igényem nem volt, mert én sose akartam divathölgy lenni. Amire úgy szükségünk volt, megvettük mind a ketten, elég jól öltözöttek voltunk annak idején, és hát volt pénz, annyi. Nem éreztük áldozatnak egyikünk se. Úgy éreztük, hogy a Jóisten minket segített, és ezzel a segítséggel most mi tartozunk a Jóistennek. Ennyi. Szabados László gyermekeivel folytatjuk az emlékek felidézését. A sort Kormos Illésné, Szabados Zsuzsával kezdem. Zsuzsa, itt ülsz velem szemben, mondanám, hogy egy tiszaszederkényi lány, vagy egy leninvárosi, vagy egy tiszaújvárosi. Hogyan alakultak ezek a községnevek, városnevek, és hogyan alakult a te életed gyerekkorodban? Egy helyen laktál, de három városban. Tiszaszederkénybe költöztünk gyerekkoromban, 66-ban költöztünk oda, 70-ben lett Leninváros, és amikor már Tiszaújváros lett, akkor én már nem ott laktam. Elköltöztem onnan, a 90-es évek elején lett Tiszaújváros. Amikor oda költöztünk, nem volt templom, viszont a görögkatolikus szertartást nagyon szerettük, és ezért apujék vettek egy autót, amivel bejártunk Miskolcra, főleg, de ugyanúgy a nagyszülőkhöz, Irotára, és Máriapócsra, és több olyan helyre, ahol valamilyen esemény történt. Első áldozás, papszentelés. Édesapádnak volt egy szerepe is, egy feladata is, hiszen ő ezeket az ünnepségeket, ezeket a szertartásokat, ezeket az eseményeket fotózta is. Igen, megtudta, hogy mikor, hol vannak események, és akkor legtöbb esetben oda mentünk. Vagy pedig, amikor már nem voltunk otthon, nem otthon tanultunk, akkor ők mentek anyuval együtt, és a fényképeket ők hívták elő, ők készítették többnyire éjszaka, vagy késő este, mert napközben ugye nem akartak az üzletben egyházi eseményekkel annak idején foglalkozni, úgyhogy az egyházi eseményeket este-éjszaka készítették, és anyu volt az első, aki látta a képeket, és mindig örült neki, hogy jól sikerültek. Buda Attilánét, Szabados Máriát hallgatjuk. Az első időben csak motorja volt, én voltam a legnagyobb, akkor engem vitt magával, utána 67-ben sikerült autót venni, és akkor már az egész család tudott menni, és ez nagyon-nagyon mély gyökeret hagyott mindegyikünkben szerintem. Obbágy Teréz mikrofonja előtt Szabados Viktor, görögkatolikus áldozópap. Édesapámnak, édesanyámnak természetes volt az, hogy ők fontosnak tartják mindazt, amit csinálnak, és igazából engem ez gondolkoztatott el, ha merre mondani, egész életemen keresztül, hogy tulajdonképpen miért vették a fáradtságot, hogy 100 kilométereket utazzanak egy szép szertartásért. Fontos volt a szertartás, és nyilván ezt a szüleink átadták nekünk. Ez egy kommunista város volt. Tehát nem volt magától értetődő az, hogy ti hittanórára járhattatok volna, vagy mindenféle megtorlás nélkül liturgiára. Ezt hogyan éltétek meg, vagy hogyan jelent ez meg a gyakorlatban? Először is, amikor mi vasárnaponként templomba mentünk, bármilyen városba vagy faluba liturgiára, utána elmentünk valóvá rokonlátogatásra vagy kirándulásra, és ha másnap kérdezték az iskolába, hogy merre jártunk vasárnap, akkor természetesen rokonokat látogattunk vagy kirándultunk. Csak egy példát hadd mondjak, 1980 azért az még a szocializmus idejében volt, és amikor édesanyám, ugye ő tanítónő volt Leninvárosban,
És amikor Marika nővérem és Attila sogrom házasodtak, ugye ott fényképek is készültek az esküvőről, és a reverendában volt, mint görögkatolikus pap az esküvői képen a sogrom. 1980-ról beszélünk, és hát kérdezték a tanáriban, hogy lapozgatta, hogy akkor a te vejed pap? Igen. Nem lehetett beszélnünk, mert olyan környezetben éltünk, ugyanakkor mégis ezt a fajta hitvallást, tehát teljesen minden nem takart el az életéből, még édesanyám sem. A különlegesség egyébként az, hogy amikor 1992-ben első misén volt ott Tiszaújvárosban már, a házasságkötőteremben, akkor a valamikori úttörő csapatomnak a vezetője ott volt az első misémen, például meg osztályfőnököm is, tehát a valamikori tanárok. Tehát ez a rendszer, ez úgy működött, hogy közben a vallásosság valahol az emberek lelkében ott volt. Édesapád annak a közösségnek a motorja volt, amelyik elindította, hogy Tiszaújvárosba görögkatolikus templom épüljön. Hogyan emlékszel vissza erre az időszakra? Szabó Péter atya sajószögedi parókus volt, és területileg Leninváros hozzátartozott, és vele próbálta a kapcsolatot olyan irányba terelni, hogy Leninvárosban egy helységet keresett, először talán a kisiparos testületnek valamilyen helysége volt az üzletsoron, ahol elkezdtek szertartásokat végezni, és folyamatosan, tudatosan próbálta keresni, hogy ki honnan származik. Tudta, hogy görög katolikus településről, Borsodból ugye elsősorban, és Szabolcs-Szatmár megyéből esküvő, vagy egyéb esemény kapcsán akkor kereste a kapcsolatot, úgyhogy gyűjtögette őket nagyon. Major Béla bácsit nagyon sokat emlegette, hogy együtt mennyit jártak. Ez első lépése, mint mindenütt ugye a parókia. Sikerült egy parókiát, egy lakást szerezni. Úgy tudom az utólagosan, hogy a Béla bácsi nagyon hathatósan segített. Önkormányzati tag volt, azt tudom, és elképzelhetőnek tartom, hogy az emberekkel beszélgetett, mint fényképész, többen megfordultak nála. Én úgy gondolom, hogy ők beszéltek egymás között az emberek négy szem közt, ki milyen vallású, és akkor valószínű, hogy fel tudta mérni, hogy vannak görögkatolikusok, és ezért szükséges, hogy templom épüljön. És itt most azért hadd idézzek már egy valakitől, aki tudom, hogy édesanyámnak is fontos volt, mert mesélt arról, hogy a kis borsodi falucskában Irotán Kodály Zoltán gyűjtött, és ő erről nekem mesélt. És most hadd idézzek Kodálytól, szentnek kell tartanunk a gyermek érintetlen lelkét, írja Kodály, amit abba ültettünk, minden próbát kiálljon. Ha rossz magot ültettünk bele, megmételjezzük egész életére, ha jó magot ültettünk bele, egész életébe virágzik. És itt igazából ez az egész élet az, ami úgy elgondolkoztatott engem, amit itt írt Kodály, hogy tulajdonképpen milyen magot is kaptunk mi, hogy ilyen gyümölcsöket, ilyen termést hozott az életünkben mindaz, amit ott kaptunk. Olyan termést hozott, hogy te görögkatolikus pap lettél, a két lánytestvéred papné lett, és a fiú testvéred is az egyházat szolgálja jelenleg is. Most tényleg ez én hősies kor, de akkor, amikor benne voltunk, az annyira természetesnek tűnt, hogy mi elmenjünk a templomba, és hogy úgy élünk, ahogy élünk. Akár Béla bácsi, akár édesapám, vagy az ő házastársaik nem valami hősi dolgot vittek végbe, hanem ez a természetükből fakadt. És úgy reflektáltak saját életükre, hogy nekünk valamit építeni, szépíteni kell, Istent megjeleníteni az életünkben és a környezetünkben.